Csak ezt, az ágyat, amit viszünk a szobánkban. Fábrisóban. Egy fejezetben konkrétan ágynak hívják. Állítólag megvan ágyazva, és mi is tiszta ágynemű van. Mert amikor kinyitjuk, akkor majd szétvégesítjük, hogy kifeszül rajta. Mert addig is azt gondolom, hogy itt a kedves nézőknek. Hello, kedves nézők. Hi. I am Géza. For Miami Beach. És tudod, az ágyadban. Hát... megszálltunk egy luxusszállodában, négy csillagos luxusszállodában, csak hiányzott egy ágy. Mert akkorák az ágyak ott, hogy nem férünk el. Kocka Gézet láthatjuk, hogy szenvedik. Hoppa, egy oszlop. Andris, hát ne írj, ne roncsd el a járat. Megfelel az Andris gyorsan. Andris, aki... Aki látja ezt a videófelvételt, a szagokat azért nem érzi. Most egy kicsit segítenem kell. Kocka Gézet, ahogy húzza be ebbe a szobába az ágyat. Jön már is. A kedves beteget ide hozzák a műtőbe? Igen. Négyes műtőbe? Igen. Kérem, négyes műtő készen, kérem, okay. Tessék hozni a beteget. Hát itt jön mögöttem. Már összön. Hova a gecibe lett így ezt az ágyat? Így kell rajta aludni, baszki. Így kell rajta aludni. Andrés, akkor te is beszállsz a gátnyázásba most. Jó. Hármit az a csorsa, ők ezt az ágyat. Szép, tiszta ágynemünk van. Amit láthatjuk. Fekete. Az ablak. A kilátás. Gyönyörű kilátása a tengerre helyett. Semmire. Hopp, nézzük a falon a képeket. Na, nézzük. Jaj, de egyébként egy ilyen Andrisnek különben be se vagyunk.